magyarán kettős veszteség éri a társadalmat. Egyrészt van egy anyagi veszteség, másrészt, ez mondjuk a kisebbik probléma, másrészt van egy nagyon komoly egészségveszteség. Hiszen a beteg nem szedi a gyógyszerét, gyakorlatilag az a krónikus folyamat, ami mondjuk elindult egy diabétesszel, szépen halad tovább, és kialakult belőle egy metabolikus szindróma. Tehát a társadalom egyre többet kénytelen fizetni, egyre többet kell kezelni a beteget, stb. Stb. Tehát egy nagyon komoly egészségügyi és anyagi veszteség éri a társadalmat. Ez milliárdos nagyságrendű problémát jelent, ez veszteséget jelent egyébként a cégeknek is, veszteséget jelent a társadalomnak is, és nagyon fontos, veszteséget jelent magának a betegnek is. Ezért gondolom, hogy ezen a területen mindenféleképpen lépni kellene, és az, amit már az elnök úr megint csak említett, az a bizonyos 1 forint befektetés, 8 forint megtakarítás, ez egy átlag egyébként. Van olyan terület, ahol csak 5 forint a megtakarítás, van, ahol meg 15 forint a megtakarítás. Egy a fontos, hogy mindenféleképpen megtakarítás jelent az, ha ezen a területen aktívan tevékenykedik a gyógyszerész, és nem véletlen, hogy ez az a terület, ami a legdinamikusabban halad, és ez az, ami az egész folyamatot gyakorlatilag előre viszi. Persze tekintettel arra, hogy egyetlen egy ország se engedheti meg magának, ugye, hogy korlátlanul használjuk fel ugye, anyagi erőforrásokat ezen a területen, de Egyesült Államokban a legjobban halad ez a folyamat, ott is csak bizonyos betegségcsoportok, illetve bizonyos betegcsoportok azok, amelyek ebbe a kategóriába, ebbe a bizonyos gyógyszeres terápia menedzselési kategóriába beleférnek, és ezekre a betegekre fókuszálnak. Itt a kritériumok között olyan szerepel, hogy a betegnek 65 évnél idősebbnek kell lennie, legalább 4 gyógyszert kell egyszerre szednie, a gyógyszerelési költségei egy bizonyos összeget meghaladnak, tehát ezekbe a kategóriákba kell valahogy betenni, és nyilván, hogy aztán a későbbiekben ez a kategória szélesedhet, bővülhet, annak megfelelő, hogy milyen megtakarításokat tud hozni gyakorlatilag a bizonyos gyógyszerészi tevékenység. Reméljük, hogy itt nálunk Magyarországon is el tud ez indulni. Többször szó volt már egyébként, azt kell mondanom egyébként, hogy a kormányzat részéről, az egészségügyi kormányzat részéről mindig támogatták a gyógyszerészt, teljesen mindegy, hogy milyen kormány volt. Valóban ezen azt kell mondanom, ezen a területen teljes volt a nemzeti összhang. Tehát mindenki egyetértett vele, hogy ezt a területet érdemes bővíteni. Azt, amit a kolléganő is mondott egyébként a prevenció területén, ugye a primer prevenciónak a területe, ugye minél tovább egészségesek maradjunk, a szekunder prevenciónak a területe, hogy szűrjük ki azokat a betegségi tünetekkel rendelkező embereket, amelyek már a tüneteket produkálják, de még semmiféle kezelést nem kapnak, és a harmadik nagy terület az a klasszikus gyógyszerészi terület, az orvos megállapította a diagnózist, már gyógyszerelni kell az illetőt, de hogy ez a bizonyos gyógyszerelési terápia eredményes legyen, ehhez viszont egy aktív gyógyszerészi együttműködés kell, mert ha ez az együttműködés megvan, akkor gyakorlatilag milliárdokat lehet megtakarítani. Hogy teljesen konkrét legyen a példa, ma a gyógyszertárak, az össz 2300 gyógyszertárnak a működtetéséhez körülbelül 1100 milliárd forintra van szükség. Vagy jól mondom, nem. Nem, de azt hiszem, hogy nem 110 milliárd forintra van szükség, és nem akarok rosszat mondani, hogy elbizonytalanodtam a számokkal kapcsolatosan. De a lényeg az az, hogy körülbelül a duplája az, amit végig is elveszítünk. Tehát van tartalék, amit lehetne felhasználni annak érdekében, hogy a gyógyszeres terápiát eredményessé tegyük, ezt az egész rendszert működtetni tudjuk, és tényleg nem csak, hogy hatékony legyen a gyógyszeres terápia, hanem biztonságos is legyen. Ennek érdekében én úgy gondolom, mindenféleképpen érdemes lépni a kormányzati adminisztrációnak, illetve hát a politikusoknak. Remélem, hogy ezt ők is észre fogják venni, hogy erre oda kell figyelni, és valami hatékony lépés lesz ezen a területen. Ezek a programok is, amiket meghirdettünk, ezek az év gyógyszerésze pályázata, mind-mind gyakorlatilag azt a célt szolgálják, hogy ezen a területen érdemi előrelépések történjenek.